A múlt évad sikere nem véletlen. Igyekezett a nézők fejével gondolkodni, színes repertoárt összeállítani a Pécsi Nemzeti Színház vezetése. Manapság egyre inkább a zenés, vidám dolgokra kíváncsi a közönség. Szeret kikapcsolódni a színházba járó ember, mondja Lipics Zsolt, színházigazgató. Természetesen a Nemzeti Színház lévén nekünk mindenféle műfajban meg kell mutatkoznunk. A legmagasabb szakmai színvonalon kell ezt megtennünk, erre kell törekednünk. Úgy érzem, hogy ez elég jól sikerült, és valóban nagyon sokféle előadást játszottunk, és nagyon nagy örömünkre mindegyikre kíváncsiak voltak a nézők. Hogy a legszélsőségesebb példákat mondjam, bemutattuk a Miniszter félrelép című bohózatot, és Dosztojevszkijtől a Bűn és bűnhődést is, ami egy nagyon komoly, mély dráma, és mind a kettőre nagy érdeklődés volt. A 2022-23-as évadra még jobban finomítottak a repertoárén. Minden korosztály széles társadalmi réteg, minden műfajban való minőség megteremtése a céljuk. Gondolkodtató, tartalmas szórakozást kívánnak nyújtani közönségüknek. Az új évad legnagyobb vállalkozása a Chicago című musical, melyet a Pécsi Balett társulatával együtt adnak elő. Mi egy nagyon sok szereplős darab, zenekaros, élő zenekaros előadás lesz, ez a legnagyobb vállalkozásunk. Én nagyon bízom benne, hogy nagyon jól fog sikerülni, és nagy érdeklődésre tart számot. Amit még talán kiemelnék, városunk két ikonja, két Kossuth-díjas művésznői előadásában a Pécsi Horváth Színházban kerül bemutatásra a Királyrák krumpli fészekben című vígjáték Böhm György rendezésében. De hát összességében 13 bemutatóval készülünk, úgyhogy most nem sorolnám föl mindegyiket. Én nagyon bízom abban, hogy mindegyiket meg tudjuk valósítani azon a színvonalon, ahogy elterveztük. Bővült a társulat, 4 színész érkezett a Pécsi Nemzetihez. Bocskai Virág, Kecskés Alexis, Katona Levente és Lakló Taladár. A bérletek vásárlása a héten megkezdődött. A Pécsi Nemzeti Színház igazgatója Lipics Zsolt augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön állami kitüntetésben részesült, a Magyar Érdemrend lovak keresztjét vehette át.